tavaly nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy idén is megjelenünk, és Solymárt képviseljük Dóri barátnőmmel, és mind a ketten 14 éve táncolunk, és nagyon szeretjük az adott táncokat, amit a Swung oldalán megosztottatok. Természetesen a vörösvári rezgősre szavaztunk, mert ugye az a környékünkön az a divat, úgymond, de nyilván sok táncban ismertek vagyunk, úgyhogy ezért értünk idén is vissza, és reméljük még sokszor rendeztek ilyenféle flashmobot. Én is táncos vagyok, és természetesen mi is táncoljuk ezeket a táncokat, szóval ismerősek. És hát az a lesz szerintem leginkább a vicces, hogy minden faluban ezeket máshogy táncolják, és kíváncsi vagyok, hogy mi sül majd ki belőle, hogy sikerül-e összehangolni ezeket. Igazániból én tavaly is már csináltam egy flashmobot a Giotto Budapest nevében, ami ugyanígy a Hősök terén került megrendezésre, és az is nagyon sikeresnek mondható, 30-an vettünk részt rajta. Úgyhogy az egy olyan nagy lökést adott nekem, hogy még egy ilyenbe beszéljek, és ugye azóta is a Swungban is tevékenykedem, és azáltal mondtam, hogy miért is ne, illetve nagyon jó érzés számomra, hogy látok ennyi fiatalt, látni, ez egy nagyon jó feedback, hogy van még érdeklődés ez iránt, és látni ezt az összetartást itt, és hogy mégis mennyi helyről eljönnek és érdeklődnek ez iránt. Itt van a zsámbéki táncsoportból pár ifjú. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz így. Igen, reméljük jól lesz, tavaly nem voltunk, de idén eljöttünk megnézni, hogy mi ez. Hát van kalap is, nagyon jó, autesszikus. Készültünk. Szuper, nagyon jó. Hát a rendezvénynek a beállítottsága, maga hangulata vonzott minket, ugye? A sváb közösség, hogy itt sokan összegyűlünk, és amit várunk tőle, az igazából az, hogy sokan összegyűlünk tényleg, sokakat megmozgatunk ezzel a mai rendezvénnyel, és jó hangulatot alakítunk ki. Igen, mindenképp a hangulat a tavalyi remélem, hogy tudja újrahozni. Én még nagyon fontosnak tartom a német nemzetiségi választást is, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szuper módja, hogy erre felhívjuk a figyelmet, és mutathassuk, hogy tényleg sokan vagyunk, és érdemes névjegyzékbe regisztrálni, és szavazni a német listára. Denken Sie, warum ist es sehr wichtig, diese Veranstaltung, dass wir hier zusammen sind und zusammen tanzen? Zuerst einmal die Gemeinschaft. Das ist ein sehr wichtiges Ding. Dann natürlich, was dahinter steckt, die Stärkung der ungarn-deutschen Jugend. Die Präsentation in den Medien, hoffentlich kommen welche, ne? Die Präsentation in den Medien, dass es so auch etwas gibt hier. Und natürlich die Anliegen der LDU betrifft der Wahlen 2018, jetzt in einem Monat ungefähr, glaube ich, ist, ne? Die Anliegen der LDU, einen eigenen Abgeordneten ins Parlament zu bekommen. Das ist eigentlich die Grundidee des Ganzen. Ötletnek tartom, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy a német fiatalok felhívására hányan jönnek össze. Szerintem nagyon jó ötlet volt, és a hely is nagyon jó, a helyszín is nagyon jó. Úgy is mondhatnám, hogy szimbolikus. És ami pedig a választásokat és a Minority Safe Pack kezdeményezést illeti, gratulálni szeretnék a német kollégáknak és a német közösségnek, hogy ilyen jól sikerül mozgósítani a közösséget, és mindenkit felhívni arra, hogy aki még nem regisztrált, regisztráljon, akár német, akár más nemzetiségű, és írja alá a Minority Safe Pack kezdeményezést. Ez azért nagyon fontos, hogy az Európai Parlament elé kerüljön az Európában élő kisebbségeknek az ügye, és ezért gyűjtünk aláírást, az lenne a cél, hogy összegyűjjön 1 millió aláírás, és akkor köteles az Európai Parlament ezzel az üggyel foglalkozni. Szerinted miért fontos az, hogy minél több fiatal itt megjelenjen ezen a rendezvényen? Mit gondolsz erről?
Mert ezzel is kimutatjuk azt, hogy támogatunk két jó ügyet, ami fontos a magyarországi németségnek. Az egyik ügye az, hogy parlamenti képviselője legyen hosszú évtizedek óta újra a nemzetiségeknek, és kimondottan ugye a magyarországi németségnek is. És a másik pedig ugye a Minority Safe Pack, ami azért az európai kisebbségeknek nagyon fontos. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ennyi fiatal eljött, és ilyen sok helyről jöttek ma Budapestre a Hősök terére. Thank you.